Köszöntöm a hazai turizmus kedves nézőit, Kauzál Alexandra vagyok. Mai alkalommal a Wenckheim család nyomába eredünk, ők itt Békés megyében építették ki hatalmas birodalmukat sok-sok kastéllyal. Például ők építették a mögöttem látható Szabadkígyósi kastélyt is. Tartsanak velünk, fedezzük föl örökségüket! A Wenckheim család osztrák polgári származású volt eredetileg. A család tehetséges képviselői hamar bárói, illetve grófi rangra tettek szert. Magyarországra 18. század végén érkeztek, több kastélyt építettek fel Békés megye területén. Ezek az épületek a család dicső múltjáról mesélnek. Járjunk utána, kik is voltak ők, és hol alkottak maradandót. Leglátványosabb művüket a Tiszántúl délkeleti részén, Szabadkígyóson találjuk. Szabadkígyós szélére érkeztem, ez a terület volt a híres neves Wenckheim család egykori fellegvára. Itt van mellettem Bényei Ilona, nyugdíjas tanár, aki jól ismeri a család történetét, és ezt a területet is, hiszen helyi születésű. Ilona, miért is pont itt kezdjük a falunéző és Wenckheim kutató túránkat? Azért, mert tulajdonképpen magának a falunak a története is ezen a részen kezdődik, és ezt követően pedig itt volt a nagy Wenckheim földbirtokosoknak az első szálláshelye, amíg a tulajdonképpeni Ébrő kastély föl nem épült ezért. Melyik években járunk? Tulajdonképpen az 1800-as évek első felében, mert József Antal akkor kezdte földbirtokosi tevékenységét itt a kígyósi birtoknak ezen a részén. Ha már így a közepébe vágtunk, és Wenckheim József Antalnál tartunk, róla mit lehet tudni, milyen ember volt? Először is azt kell tudnunk, hogy csodálatosan jó gazdálkodó volt. Messzeföldön híres gazdálkodó volt, és ő volt az, aki ezt az egész kígyósi határt és csodálatosan megműveltette. Korát megelőző eszközökkel és módszerekkel dolgozott. Igazi gazdász ember lehetett. Mindannak ellenére, hogy jogász volt eredetileg, csak éppen nem szerette ezt a tevékenységet. A másik, amiről mindenféleképpen nevezetes, hogy ő az, aki a mi községünktől körülbelül 2 kilométerre fekvő új kígyóst megalapította, mégpedig úgy, hogy 1814-15-ben 100 Szeged környéki dohánykertés családot telepített le a mai Újkígyós helyén. Ők voltak Újkígyós őslakói, és létrehoztak egy csodálatos, idézőjelbe tett kertészfalut, ugyanis nagyon szigorú szerződést kötött velük, és az egyik kitétel kötelező volt a dohánytervesztés. A mai napig is vannak sokan Újkígyósan, akik dohánytervesztéssel foglalkoznak. Nagyon szép kis város mostanában. Most éppen elhaladtunk ugye egy templom mellett. Ennek a templomnak van köze a családhoz? Hogyne, természetesen. Ezt a kis kápolnát szintén a nagyon híres Wenckheim József Antal építette 1844-ben, amikor meghalt a második felesége is, Fleit Anna. Több feleség kihullott ezek szerint belőle. A tulajdonképpen Szent Anna kápolnának nevezik ezt a kis kápolnát. Végtelen sajnálom, hogy nem tudok bemenni, de gyönyörű tehát belül. Ha egyszer erre járnak, akkor olyankor, amikor nyitva van, mert mindenféleképpen nagyon-nagyon érdemes megnézni. Hát mikor kell jönni, hogy nyitva is vasárnap legyen? Délelőtt. Vasárnap legközelebb délelőtt. Ekkor jövünk, Ilona. És mi a helyzet ezzel a diadal kapuval, amin áthaladtunk az imént? Nos, hát nagyon érdekes építmény, a következő a története. 1857-ben Ferenc József és felesége, tudvalévő, hogy magyarországi körúton jártak, és nagyon sokat hallottak már a Wenckheim meg gyönyörűen kezelt birtokairól, és úgy döntöttek, hogy Szegedről Debrecenbe haladtukban, megállnak itt Kígyósan, hogy többek között megnézzék
ezeket a birtokokat is, de másért is megálltak. Tiszteletükre felépítettek egy diadalkaput. Isten hozott köszöntéssel, és ez alatt ünnepelték, köszöntötték a császári párt. Sajnos ezt a diadalkaput, tehát az eredetit 1950-ben sajnos a kor szellemének megfelelően két traktorral lerombolták, és sajnos egyetlen darab sem maradt belőle, kivéve olyan kb. 30 év múlva megtaláltak három darabot, és az a másik kápolnában, a kastély melletti kápolnában van. Nos, ezt a most látott diadalkaput, ez pontosan ugyanolyan, mint az eredeti, néhány évvel ezelőtt az önkormányzat építette fel, és nagyon-nagyon szépen úgy helyezték el, hogy az út szélétre, tehát még a községünkbe érkező vendégeket is fogadja, igen, az Isten hozott köszöntéssel. És úgy tudom, hogy Wenckheim József Antalhoz egy híres magyar regény is köthető. Igen, mégpedig az, hogy Jókai Mór őróla mintázta meg a Nábobot az Egy magyar Nábob című regényében. A másik érdekesség ebből a regényből az, hogy a báróiágból, báró Wenckheim Béláról mintázta a regényben szintén az egyik fő alakot, aki nem volt más, mint Szent Irmai gróf, akit a filmen Latinovics Zoltán játszott. Nos, hát ezt a kastélyt bármennyire hihetetlen, 14 év alatt építették föl a négy épületét, 1875-től 79-ig. Ybl Miklós tervezte, és az akkor nagyon divatos neoreneszánsz romantikus stílusban épült. 1879-ben már álltak a falak, a tetőzet is megvolt, viszont még három évig kellett várni arra, hogy felavassák a kastélyt, és a belső munkálatokat elvégezzék. 1882. július 18-án Frigyes napkor avatták, és ezt követően az országos folyóiratok úgy írtak róla, mint az ország egyik leggyönyörűbb épületéről, fejedelmi szépségűnek és pompájúnak nevezték. Sajnos, ez igaz, gondolom, helytálló. Van, ez így is volt, sajnos nagyon tönkrement az utóbbi években az épület. Nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy néhány év múlva esetlegesen régi pompájában tündökölni fog ez a csodálatos építmény, amelyik az Alföld egyik leggyönyörűbb épülete. Még így is. Még így is. Azt így gondolom. Van, ki volt az építtető? A Wenckheim család melyik tagja? Az építtetője nem más volt, mint Wenckheim Frigyes gróf, és felesége Wenckheim Krisztina grófnő. Krisztina nem más volt, mint a már említett Wenckheim József Antalnak a leánya. Ők építették ketten, tehát a Kígyósi család hölgytagja Krisztina, és a Gerlai családnak a tagja Frigyes gróf, aki nem másnak volt a fia, mint annak a Gerlai Wenckheimnek, aki a történet szerint a koporsót küldte. Ugyan nem tudta, de jövendő apósán, akinek az apja küldte a koporsót. Fia jövendő apósának, a mese szerint. És úgy tudom, ennek a házaspárnak elég sok gyermeke is volt, talán igen, hét. Igen, hét gyermekük volt, négy lány és három fiú. És akkor ők éltek itt ebben a kastélyban. Igen, a főcinti részt élte a család, tehát olyan értelemben, hogy az apa, anya, a gyermekek, ezen túlmenően a földszinten voltak a csodálatos közösségi helyiségek, egy álomszép nagyszalon, csodálatos nagyszalon volt, könyvtár, amelyikbe, ha belép az ember, azt hiszi, hogy a mesében jár, és olyan csodálatos könyvtár. Volt egy még csodálatosabb, vagy legalább olyan csodálatos, mint a könyvtár, egy nagy ebédlő, majd pedig a kápolna itt a végében. Úgy
látom azért, Ilona, hogy a kastélynak a parkja, a kertje azért szépen megőrizte a múlt dicsőségét. Franciásra alakították ezt ki? Ezt a részt, igen. Ugyanis a Wenckheim házas pár egy időben alakította ki a parkot a kastély építésével, és a park két részre oszlott. Itt, ahol most állunk, gyönyörködünk a francia kertben, ez az egyik rész volt, az összes többi pedig az úgynevezett angol kert. És nagyon nagy gonddal készítették mindezt. Úgy tessenek elképzelni, hogy tulajdonképpen az egyes facsemetéket nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa szinte minden részéről szállították ide, de főképpen az Erdély birtokaikon lévő Borossebesről, külön erre a célra szerkesztett alacsony fekvésű szekereken hozták ide a különböző facsemetéket, ahogy ők mondták, hogy csizmaszárvastagságú fákat hoztak. Milyen fákat például? Tudomásom szerint, ha jól emlékszem, 28 lombféle lombhullató fa van, illetve volt a parkban, azután 22 tűlevelű, 22 féle, és 28 féle cserje. Tehát annak idején, amikor készült a park, és a főkertészük Pályer Géza volt, aki többek között Franciaországban ugye a leghíresebb kertészetekben Versailles környékén tanulta a szakmát. Na most a park területe a grófi időszakban 50 hektár volt, most 23 hektár. A sétálók, a kirándulók nyugodtan sétálhatnak bármerre. Szabad a bejárás. Szabad a bejárás. Természetesen a természetvédelmi szabályokat be kell tartani. A második világháborút követően a család külföldre menekült. A kastély nagy részét kifosztották, majd hamarosan egy iskola költözött falai közé. Napjainkra azonban már az iskola is kiköltözött, a kastély pedig szebb sorsra vár. Most fedezzünk föl egy másik Wenckheim kastélyt, pontosabban maradványait, amit a Békés Csaba melletti Pósteleken találunk. Most pedig fedezzük föl a kellően vadregényesnek és a romantikusnak ígérkező Pósteleki egykori Wenckheim kastélyt. Itt van velem Szelekovszky László természetvédelmi szakember. László, sajnálattal látom, hogy tényleg már csak a romjait láthatjuk az egykori dicső kastélynak. Azt gondolom azért így is nagyon izgalmas ide besétálni és gyönyörködni és elképzelni, hogy annak idején hogy nézhetett ez ki. Mit tudna erről mesélni? Mikor épült és hogy volt eredeti állapotában felépítve a kastély? Igen, ez nagyon jó kérdés volt, hogy romjaiba is érdekes, mert amikor ide jönnek a látogatók, akkor egyből mindenki kíváncsiskodik, hogy milyen lehetett ez. Hát a csabaiak, az öregek tudják azért még, hogy milyen volt, mert ugye Békés megyének ez volt az egyik legfiatalabb kastélya. Hát Wenckheim kastélynak mondja mindenki, de tulajdonképpen Széchenyi Wenckheim, mert a Wenckheim lány vette el az a Széchenyi Antal, a gróf Széchenyi Antal, és ők úgy költöztek ide Boros Jenőről, mert 1895-ben már összeházasodtak, de ez a kastély még nem volt kész. A Major viszont, mint termelési központ megvolt, a lovárdától kezdve a különböző telephelyek és lótenyésztés. Ők is gazdálkodással foglalkoztak. Nagyon híres volt a lótenyésztésük, azért emelem ki, és külön meg kell, ugye vadásztak rengeteget, a fácán tenyészetük, az nagyon-nagyon komoly volt, és elég komoly vadászatok is voltak itt. Na most ez a házas pár, a gróf Széchenyi Antal és a Wenckheim Krisztina, nagyon rokonszenves pár volt, és főleg Széchenyi Antal a megye életében jelentős szerepet töltött be, amellett, hogy jól gazdálkodott. Kastéllyal kapcsolatban annyit érdemes megemlíteni, de nagyon sokat meg kellene, ha az idő engedné, hogy 1906-ban a tervezői érdekes módon a bécsi Siedek Viktort említi mindenki, de van egy föltevés, hogy talán a Széchenyiek, Nógrádi, meg nem tudom milyen tervezője lehetett a fő hajjakend itten, de Siedek akkor is bedolgozott ide, és ez gyakorlatilag egyemeletes épület volt, 72 helyiséges, tehát óriási nagy. Tehát volt egy földszint, illetve egy emelet. Igen, az alaksor, amit mindenki pincének mond. Igen. És akkor jól tetszett mondani, ott földszint, igen. És akkor van egy első emelet. Igen. Alul a
alaksorban van a legtöbb, ott 30 helyiség van, de ugye a széntározótól kezdve ott volt személyzeti lakóhely, két vécé, akkor a különböző zöldségtározók, kis pálinka főzde volt benne, akkor mustfeldolgozásnak is volt külön, még most is az aknái megvannak. A udvaros vagy főintéző, minek mondjam, aki mindig itt volt, az előlakott külön lakosztálya volt, egy nagyon komoly lakosztálya. Volt egy titkos csigalépcső, amit megláttunk ott, ha bebújik az ember a pincébe, az első emeletről be lehet menni. És az az érdekessége ennek, hogy ugye 46 után ezt szétszették a falak, mert a család az a földszinten lakott, a vendégség fönt. Ott volt egy olyan társalgó, amit fölülről világítottak meg, illetve természetes fényt kapott. Alul pedig itt ugye, mert négy gyerek volt, két lány, két fiú, de mindegyik szoba más-más tapétával, ilyen plüss tapétával volt. Párizsból hozatták, hát a fal ugye díszítve, és ezt háború után leszaggatták, ruhákat vartak belőle, meg ilyesmi, annyira erős szövet volt. Amit meg nem, azt fölgyújtották, épp ott a baloldali ablak szemöldök fáján még látni most is az égést, az is annak az áldozata lett. Külön pipaszoba volt, társalgó volt, ugye innét, ha fölmentek, mert itt két oldal kellett fölmenni, ez volt a főbejárat, és akkor beléptek a halba, vagyis hát annak egy része társalgó volt. László még sok érdekességet megoszt velünk, korabeli fotókat mutat és elmeséli, hogyan nézhetett ki a park a szökőkúttal. Megtudjuk, hogy a kastély előtt egykor egy tó állt, végül pedig betérünk a kastély rejtélyes romjai közé. Erre volt a lakosztálya főintéző bácsinak, aki állandó jelleggel itt lakott, és bármi zaj volt éjszaka, szépen a kutyákkal körbe tudta járni, ugyanis a kastély körül egy 70 centis járda volt a tövén, de teljesen körbe. Ez volt a hal? Ez volt a hal, igen. Az volt egy kis fogadó rész ottan. Fogadó részt? Igen. És? Erkély. Onnét jöttek föl, az volt a lépcső, a főbejárat, a fő lépcsőház. Nézzük meg. Igen. Posteleken nem ám csak a kastély romjai találhatóak, hanem gyakorlatilag egy turisztikai komplexum épült fel. Gajda János, a Posteleki Turisztikai Kft.-nek a munkatársa mutatja be nekünk ennek a kastélyparknak a részeit. Most itt vagyunk az állatsimogatóknál, ugye itt például a gyerekek élvezkedhetnek a vidéki állatok társaságában. Milyen állatokkal találkozhatunk itt? Hát van egy szamarunk. Két jön kecskénk. Is, igen, ide hívod? Gyere, füles. Füles, kapsz egy fülest, ha nem leszel jó. Igen. Illetve hátrébb találhatók a dámszarvasai. Meg akar enni téged. Dámszarvasok is, igen? Igen, igen. Mintegy 25 hektár területen terül el a parkerdőnk. Igen. Ott találhat ugye a kastélyom is, amiről szó volt. Kiszámíthatatlan, hogy jószág füles. Igen. Igen, illetve a kempingünk és az autós mozink is ide tartozik, ugye Postelekhez, mint egységhez. Egyedül a Mókus csárda. Egyedül a Mókus csárda van magánkézben. Na, kapsz egy füle, hoppá! Elnézést! Füles, ezért hívják fülesnek, végre rájöttünk. Tehát csárda is van. Igen, igen, található egy csárd, amely magánkézben van. A többit, ugye a kempinget, az autós mozit és a parkerdőt, azt Békés Csaba megye jogú város önkormányzatától kaptuk meg bérleti szerződésben, melyet karban tartunk, és ugye látogathatóvá tettük itt az ide látogató embereknek.
A kemping, autós, mozi, illetve csárda külön nyitvatartásairól mit tudnál elmondani? A csárda jelenleg most téli nyitvatartással üzemel. Ez úgy néz ki, hogy pénteken van egész. Újra barátkozik veled füles, és kap még egy füles. Elnézést. Csak nyugodtan kezeld le. Szia! Nagyon barátkozós jószágaitok vannak. Hogy? Engem nem szeret szerintem. Nem szeret? De szerintem nem csak téged, nem. Hát ugye antiszociális. Péntektől vasárnapig van tehát a mókus csárda nyitva. Most téli nyitva tartása. Nyáron ugye hétfőtől vasárnapig végig nyitva tart. És bárki ugye betérhet, esküvőket, lakodalmakat szervezünk ide. Osztálykirándulásokat szerveznek ide hozzánk elég sokat. Amire hát, hogy vannak faházak is, ahol lehet lakni? A faházak nincsenek, viszont ami mögöttünk található a vadászház. Itt most visszatér. Itt most be van rendezve nálunk ez a vadászház, egy úgymond egy diákszállónak. Ez egy 30 fő befogadó képességgel bír a vadászház, és akkor ugye egy ilyen diákszálló jellege van az egész dolognak. Fűtés is meg van csinálva, úgyhogy télen is lakható. Bocsánat! Annyira vicces, hogy nem bírom kinevetés nélkül. Elnézést kérek, nem rajtad nevetek, János. Nagyon szépen elmondtál nekünk mindent, köszönjük szépen, de ezt a fülest, ezt kitalálni se lehet annyira egyedi, nagy fazon. Postelek után teszünk egy kis kitérőt, beugrunk a szomszédos Békés Csabára, hogy felfrissüljünk az utóbbi időben több ízben is díjazott Brill Bistróban, a környék legnépszerűbb éttermében. Gabnai Csabát, az étterem tulajdonosát 2011-ben az Alexandra étterem kalauz az év étterem tulajdonosának választotta. Ő mesél nekünk a kezdetekről. Durván 4 éve nyitottuk meg ezt az éttermet, itt Békés Csaba legfrekventáltabb belvárosi sírésrész részében kerestünk egy olyan épületet, ami alkalmas lenne egy étterem nyitás céljára, méretében, belső kialakításába. Ez korábban egy lakóingatlan és egy antikvitás üzlet volt. Ahogy megnyitottuk, ez egy totálisan egy egyszerű, populáris délalföldi Békés Csabai étterem volt. Nagyon-nagyon népszerű volt a Békés Csabai vendégek körében, hiszen jó helyen van, de ugyanolyan tucat étterem voltunk, se jobb, se rosszabb, mint Békés Csabán az összes többi. Egy magyar étterem kalauz akadt a kezembe, és azt követően még a Molnár V. Tamás írásait kezdtem el forgatni, és ez fordította a figyelmem a gasztronómia irányába, és vezetett arra rá, hogy mennyire nem elfogadható az a minőség, amit produkálunk, és valósággal rögeszmémmé vált az, hogy Békés Csabán alakítsunk egy magas minőségű polgári konyhát, ahol csak Békés megyei háztáji paraszti udvarokban vásárolt alapanyagokkal működünk, minden ipari konzerv, mivel itt fagyasztott nyersanyagot mellőzünk. Hamar rájöttem, hogy nincsen Békés megyében és Békés Csabán, nem csak hogy Békés megyében, hanem Kelet-Magyarországon is nagyon kevés, talán egy-két olyan felkészült szakember van, aki az általam elképzelt magas minőséget prezentálni tudna. Ezért Budapest valamelyik meghatározó séfét kellett a munkám vagy az elképzeléseimhez megnyerni. A választáson Palotai Csabára, a Budai Várban működő, azóta Michelin Bib Gourmet 21 magyar és a Piero étterem séfére esett. Őt hosszas munka eredményeként sikerült Békés Csabára csábítanom, és akkor durván a tavalyi év elején, durván már most már lassan 2 éve megkezdtük a közös munkát, és azóta törekszünk arra, hogy folyamatosan egyre a részletekben menően pontosítsuk a munkánkat. Ahogy ő Budapestről leköltözött, az első feladata az volt, és mind a kettőnket meglepte az, hogy Békés megyében gasztronómiai produktum szempontjából milyen kitűnő, magas minőségű, nagyon magasan vállalható alapanyagok, nyersanyagok állnak rendelkezésre. Azt követően és folyamatosan térképezzük fel azokat az alapanyagokat, amiből kitűnő, érdekes ételeket készíthetünk, és az étlapunkat is az alapján állítjuk össze, hogy mik azok a nyersanyagok, amik magasan vállalhatóak, és ezt követően alkotjuk meg és állítjuk össze a rövid, gyakran változó, szezonális étlapot. Melyek a legfőbb étkek, milyen jellegű ételekkel találkozhatunk az étlapotokon, emelj ki egy-kettőt? Kimondottan a délalföldi. Azt szoktam mondani, hogy a minden ételünkben Békés Csaba ízeit, a város színeit, a Körösök vidékének hangulatát kívánom viszont látni.
konzultálunk idegen szakemberekkel, de nem másolunk senkit. A jellemző, jellegzetes Békés Csabai egyedi arculatomat kívánom kialakítani. Én úgy gondolom, hogy a magyar étterem kalauzok és a nemzetközi étterem kalauzok egyaránt a folyamatosan kísérletező, fejlesztő, egyedi, stílusos konyhát részesítik előnybe. Az én elképzelésem az volt, hogy igyekezzünk nagyon jó határokat megtalálni a hagyomány és az evolúció mesdjéjén. Én ebbe a túlzottan, hiszen itt vagyunk vidéken, itt azért a fogyasztóink egy kicsit behatárolják a lehetőségeinket. Igen, tehát egy ilyen túlzottan újszerű, egy ilyen kivitelében és egy ilyen avantgárd jellem megjelenítésű magyar ételt nem kínálhatunk. Ezért volt az nagyon fontos, hogy újszerű legyen, fogyasztható, a magyar jellemző, jellegzetes magyar ételek ki legyenek könnyítve, és úgy a délalföld stílusában és a ránk jellemző egyedi módon készítjük őket. Most egy picit térjünk át a hotelre, hiszen nem csak Brill Bistro működik itt Békés Csabán, hanem Brill Hotel is. Melyik volt előbb, a bistro vagy a hotel? Én a hotelre szándékosan egy ilyen projekt céget alapítottam, és mivel a kereskedelmi szálláshelyek minőségi mennyiségi fejlesztése projektre uniós visszanemtérítendő pályázati támogatást írtak ki, én úgy gondoltam, hogy Békés Csabán egy jelentős, jellemző kapacitás hiány van belvárosi szálláshely vonatkozásában, ezért szándékosan a pályázatra készítettem föl és vásároltam meg a Békés Csaba legfrekventáltabb belvárosi részén a területet, a Csaba Centertől dúlván egy 70 méterre található, és így a számításaim abszolút beigazolódtak. Egy 25 belvárosi szobánk van, ami gyakorlatilag a mai napon is telt ház van, tehát az esetek túlnyomó többségében alig-alig tudunk szobát adni, és folyamatosan telt házzal működik a hotelünk. Milyen minőségű szállást képzeljünk el? Mivel Békés Csabának helyi vagy országos szintű turisztikai vonzereje is nagyon-nagyon kevés vagy nagyon elenyésző, ezért inkább a céges programokra, városba érkező vendégekre építettünk, és az ő igényüknek megfelelően alakítottuk ki a egyszerű, nem hivalkodó, de úgy gondolom, hogy egy nyugat-európai színvonalon is vállalható háromcsillagos minőségű szállodán hotelunkat. Folytatjuk a Wenckheim családhoz köthető épületek felderítését, következő állomásunk Mezőberény. Itt egy kastélyszerű, de inkább kúriának tűnő épülethez érkezünk, ahol napjainkban a helyi születésű híres festőművészről, Orlai Petrik Somáról elnevezett kiállítóhelység működik. A kastély 1800-as évek elején, legjobb ismereteink szerint 1806-ban már elkészült a főépület. Ciglér Antal építőmester, Gyula építőmester építette, és Wenckheim Szavér Ferencné volt az, aki a Wenckheim család azelőtt vette meg ezt a kastélyt, a birtokot a Harukken családtól, akik eladósodtak, és akkor egy nyári rezidenciának épült ez az épület, később ezt bővítették az oldalszárnyakkal, de 806-ban már Empire Zoff vagy késő barokk stílus, ez még viták tárgyát képező, hogy milyen stílusban épült ez az épület, és akkor már rátadták. 14 szobája volt, és közel 20 hold park tartozott az épülethez. Akkor a Wenckheim család melyik része, illetve melyik ága használta az épületet? Wenckheim Ferenc felesége volt az, aki építette, és ők, mert ugye volt bárói ág is, volt grófi ág is, de ők a bárói ág volt. Mert ez mindig vitatott, hogy melyik, mert mindig váltogatták, aztán ugye ők is eladták később. Ugye éppen a 1830-as években Pestercsics Vincéné volt az, aki megvette ezt a kastélyt, és akkor itt volt egy lánynevelő intézet. És ebben az időszakban 38 és 40 között volt itt Szendre Júlia, mint a intézet diákja. Aztán a kastély újra gazdát cserélt. Nevelőintézet után, ugye? Nevelőintézet után a Festetics Vincéné eladja majd a Kárász Karolinának. Ugye végülis itt a Wenckheim családba beházasodott női ágról, bárói vagy grófi ágakról van itt szó. Kárász Karolina építeti egyébként a város akkori község
templomát, katolikus templomát 1886-ban. Aztán ők a Kárász család elköltözik Amerikába, vagy kivándorolnak Amerikában, létesítenek egy birtokot, vagyis ott élnek, és aztán a lányuk, Fejérvári Szelesztina, ő úgy gondolja, hogy mégis hazajön az ősi birtokra, és ő 1896-ban letelepül vezényben, a kastélyban, föllendíti, fújítja az épületet, a 20 holdas birtokot, végül is nagyon szépen parkosítja, gólyaház, víztorony, különböző tó, egy szép tó, ami egy kis szigettel, aztán később ő úgy is nevezik, hogy Mezőberény jó tevője, nagyon sokat segít a itteni szegény lakosságon, vagy a nélkülöző nincstelenneknek támogatja, és a 900-as évek elején úgy dönt, hogy a birtok egy részét, a park egy részét a településnek adományozza. És egy közpark lett, gondolom. Így van, a Városi Liget, amit ma is használnak, ma is használunk. A park nagy részét sajnos a háború után, második háború után, amikor az ugye államosítják 48-ban a területet és az épületet, itt iskola lesz, a város általános iskolája egészen a 80-as évek elejéig, és a park nagy részét sajnos beépítik, csak egy jó nagy udvar marad, amit ma is látunk, és a többi részén pedig lakások és egy kis lakótelep épül. Gyula, itt akkor a kastély épületében milyen kiállításokkal találkozhat a látogató? Az épület két részre van osztva, és van egy két állandó kiállítás, sőt volt egy Petőfi Mezőberényben című, amit most kicsit átalakítottunk. Tavaly volt egy Szendrei Júlia emlékkiállításunk, ott most jelenleg a mezőberény polgárosodás emlékeit láthatjuk. Egy picit szétszettük a kiállítást, mert éppen fűtéskorszerűsítés van az épületben. Reméljük, hogy hamarosan érezzük is a hatását. Itt pedig, ahol most vagyunk, abban a nagy teremben egy időszaki kiállítás látható, és pontosabban itt vannak az időszaki kiállításaink. Ez egy nagyon szép diófából készült 19. század közepén egy ilyen Biedermeier-es szék. Ez még akkor a Wenckheim korából. Wenckheim család. Igen, talán az egyetlen olyan tárgy, ami a Wenckheim-nek hagyatékából itt maradt ránk, és mondhatjuk, hogy ez tényleg egy Wenckheim család emléke. Nem ülünk rá. Talán a kárpét az, ami nem eredeti, sőt az biztos, de egy nagyon jó állapotban megmaradt karosszék. Egy képóra, úgy nevezzük. Ez általában a polgárság körében volt népszerű, a 19. század második felében egy szép parkot láthatunk sétánnyal és kastélyok, vagy szép polgári klasszicista épületek, templommal. Ez egy tipikus hangulat, ez egy Biedermeier hangulat volt, amit kifejez. Ez tehát az időszaki kiállításoknak a helye. Mi a helyzet az állandó kiállítással? Az miről szól? Az állandó kiállításban a mezőverény néprajzát mutatja be, és elsősorban a berendezéseket, a bútorokat, a lakáskultúrát szerettük volna megmutatni, és hát ezt kicsit bővítjük, alakítgatjuk. Nagyon szép szlovák és német bútoraink vannak, ugye, mert a településen szlovákok, németek és magyarok élnek. Nyilván ma már a viszonylag jelentős számú roma lakossággal, de az újratelepülés során ez a három népes népcsoport volt az, aki adta a lakosság nagy részét, és hát nagyon szép festett parasztbútorok, polgárosodó bútordarabok is találhatóak a kiállításban.
Emellett nagyon szép a kerámi anyagunk, különösen kiemelném az 1841-ből származó Miska kancsót, ami tényleg egy, már az évszámából is látható, hogy egy korai szép darab. És hát nagyon szép túri erényeink vannak. Elhagyjuk Mezőberényt, északnak tartunk, körülbelül 17 kilométert teszünk meg, hogy elérjük utolsó településünket, ahol szintén jelentős Wenckheim örökséggel szembesülhetünk. Maradt még egy felfedezni való Wenckheim kastélyunk, ehhez Körösladányba kellett, hogy érkezzünk, és itt van mellettem Kazinczy István, a Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Házának gyűjtemény vezetője. István, először is hogyan kerültek ide Körösladányba a Wenckheimek? A Wenckheim család az beházasodott, az akkor már Békés vármegyében birtokos Harrukern családba, bárói rangot értek már el, és miután a család férfiágon kihalt, lányági örökség révén szerezték meg az akkori Békés vármegyének az északkeleti részét, illetve vásároltak is hozzá még települést, így aztán egy Mezőberény, Köröstarcsa, Körösladány, Szeghalom, Füzesgyarmat településeket, amihez még Bucsa is hozzátartozott, és azoknak pusztáit kapták meg, örökölték meg 1798-ban, amikor is megtörtént Bécsben a család közötti egyezkedés, osztozkodás. Ekkor már jó módunak számította a Wenckheim család, tehát elérték azt a nemesi státuszt? Igen, már akkor főnemesek voltak, mert korábban a kastélyt építő édesapja már bárói rangot kapott, honfiúsítatták, tehát a földbirtokot is átvehette. És akkor el is érkezünk a kastély épületéhez, ami ugye ma már iskolaként funkcionál. Őszintén szólva, egy első ránézése nem is kastélynak, hanem inkább kúriának tűnik nekem ez. Hát valóban így van. Mi kastélynak szoktuk mondani. Tulajdonképpen nagyon nehéz különbséget tenni a kastély és a kúria között. Hát ez egy földszintes kis kastély. Nem is volt emeleti része? Nem volt emeleti része sohasem. Viszont megjegyzem, hogy Széchenyi, aki élesen bírálta a vidéki kastélyok kúriáknak az állapotát, a Budapesti Por és Sáv című művében, ő volt itt ebben a kastélyban, és úgy jellemezte a naplójában, hogy kedves otthon. Tehát ez jó nagy szó volt. Így van. Ki és mikor építette ezt a kastélyt? A kastélyt azt 1803-tól 1805-ig építették, a Körösladányi kastélyról van szó. A özvegy Wenckheim Xaver Ferencné, illetve a fia Wenckheim József, akinek a szobra itt látható mögöttünk is, és ennek eredményeként született meg ez a kastély, mondom 1805-re. Két Wenckheim szobrot is láthatunk itt, ugye báró Wenckheim Józsefét és báró Wenckheim Béláit. Mit lehet róluk tudni, milyen emberek voltak? Hát nagy formátumú egyéniségek. Wenckheim Józsefről talán annyit, hogy egy kiváló gazdasági szakember volt. Ezt mutatja a gazdálkodása, és nagyon eredményesen ténykedett, sőt, mi több, még a Harrukern örökösöknek a közös jószágait is ő rábízták egészen a haláláig, tehát ez is mutatja, hogy milyen szakember. Másik oldala pedig különösen rajongott a lótenyésztésért, és nagyon érdekes, hogy 1815-ben már megjelentette a gondolatok a magyarországi hanyatló lótenyésztetésnek helyreállításáról című könyveit. Ezzel tulajdonképpen 13 évvel előzte meg Gróf Széchenyi István elhíresült lovakról című könyvét, ami viszont 1828-ban jelenik meg. Tehát jó gazdasági szakemberek voltak már a korukban is, és Béla? A Béla az viszont közéleti pályára került,
és háromszor volt Békés vármegyének a főispánja, de ha végigmegyünk, hogy mikor, akkor már meglátjuk, érezhetjük, hogy ő már egy magyar főúrnak született, méghozzá 1848-49-ben volt először főispán, utána 1860-61-ben, majd 1865-ben, de akkor már azért mondott le a főispánságáról, mert a kiegyezés után megszülető Andrássy kormánynak, gróf Andrássy kormánynak ő lesz az első belügyminisztere, később miniszterelnök is lesz. Az egykori Wenckheim kastély most iskolaként üzemel. Nem tudom, István, hogy bármi így az épületen belül utal-e a Wenckheimek jelenlétére. Így van. Korábban már láttuk az udvar felől, a folyosót nem nyitották, hanem zártá tették olyan formába, hogy az oszlopok közé kazettás ablakokat raktak. Ez már a korai építkezési szakban is megvolt, ezt a jegyzőkönyvből tudjuk, a hagyatéki jegyzőkönyvből. 1839-ből. A másik, egyik teremben még megvannak azok az ablakkeretek és sötételők, amelyek Steinwald Ferenc munkái, ő egy pesti iparos volt, és a Védegyletnek volt oszlopos tagja. Ővele csináltatták Biedermeier stílusban az ablakkeretet, sajnos már csak egy-két teremben látható, de ugyanebben a teremben meg lehet tekinteni azt a parkettát, ami eredetileg is a kastélyban volt, és olyan formában, ahogyan ott volt. És akkor itt vagyunk ebben a teremben, ami eredetileg terasz volt. Itt lehet látni, hogy... Nem is álltak falak, vagy voltak itt falak? Ahol a festés látható, ott voltak oszlopok, a többi rész viszont nyitott volt. És innen volt csodálatos kilátás a Körösön túli úgynevezett szigetre, és ugye ami olyan attól függően, hogy napfölkelte volt, vagy naplemente, vagy esetleg ugye a kettő között, mindig más-más képet és nagyon csodálatos képet mutatott a följegyzések szerint. Nos, a terasznak a díszítése ilyen volt, de hasonlóképpen díszítették a többi termeket is, többi szobákat is, és sajnos már csak ennyi maradt meg belőle. Ez is valami. Én most akkor behúnyom a szememet, és megpróbálom elképzelni, hogy mit láthattak egykor a Wenckheimek innen a kertre. Körös ladány szélén a temetőnél találhatjuk a Wenckheim kápolnát. Mikor építették ezt fel? 1826-ban épült meg a kápolna. Egyébként, hogy pontosítsam, ez a római katolikus temető, a körösladányi római katolikus temető, abban található a báró Wenckheimek családi kápolnája és kriptája. Ahogy mondtam, 1826-ban készült el, akkor építették meg. Egyébként a mintául a római Pantheon szolgált, annak mint egy kicsinyített másának lehet tekinteni. Az építető szintén az uradalmi építész, idősebb Ziegler Antal volt. Sajnos nagyon sok forrásban úgy szerepel, hogy Ybl Miklós a tervezője. Azonban, ha belegondolunk, hogy 1826-ra készült el a családi kápolna és kripta, illetve abba, hogy az első halottját özvegy Wenckheim Szavér Ferencnét 1827. december 26-án temették ide, akkor ugye egyből kitűnik, hogy nem Ybl Miklós lehet a tervező, hisz ő ebben az időben 12-13 éves lehetett, tehát 26 és 27 között 13-14 éves körül lehetett, és így még ifjúkori alkotásának sem tekinthető. Maradjunk annyiban, hogy a tervezője a uradalmi építész idősebb Ziegler Antal. Köszönjük szépen, és hát Wenckheim túránk ennél a pontnál
véget is ér, köszönöm figyelmüket, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, viszontlátásra!